Zsanett, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra, egy sütire, és ezekkel együtt egy beszélgetésre. Szoktál-e kávézni, és hogyan iszod, feketén vagy fehéren? Én is köszönöm szépen a meghívást, és szoktam kávézni, többnyire koffeinmentesen, mert elég pörgős személyiség vagyok, úgyhogy ha még a koffeint is hozzátesszük, akkor az már lehet, hogy sok lenne egy kicsit. A fekete vagy fehér legyen? Legyen fehér. A teljes neved dr. Hajdú Zsanett, és ezt lehet látni azon a köteten, azon a könyven is, amelyből egy példányt ide tettünk az asztalra, és amivel az egyik polcot így megszínesítettük mögötted. Tulajdonképpen talán ez a munkád az, ami által szerintem akik ismernek, közülük a legtöbben erről ismernek, vagy ezáltal. De neked mi a foglalkozásod? Biológus vagyok. Biológusként végeztem az egyetemen Szegeden, utána pedig a gyógyszerészkaron doktoráltam, szintén Szegeden, tehát így gyógynövénykutató biológus vagyok. Növényi hatóanyagkutatással foglalkoztam a doktori munkám során, úgyhogy így egyszerre van egy neurobiológus végzettségem, és egy farmakognózia kutató doktori fokozatom. Erre készülhet egy kislány, hogy ez legyen, ha nagy lesz? Igen. Nálam ez így történt. Nyilván nem a fokozatokban gondolkodtam, hanem abban, hogyha felnövök, majd szeretnék utazni, világot látni, és mindeközben valami nagyon hasznos munkát végezni. Konkrétan az esőerdőbe szerettem volna eljutni, és ott az indiánok tudását megismerni a betegségekkel kapcsolatban, és így ezen keresztül megismerkedni a gyógynövényekkel és azoknak a hatásaival. Ismertél bárki olyat a környezetedben, baráti kör, úgy értem a családod baráti köre, vagy a saját családod, aki esetleg ilyen irányra fölhívhatta a figyelmedet? Csak kellett valami benyomás, ami ezt elindította benned, ezt az adott irányba való gondolkodást? Én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez az egész az én fejemből pattant ki, mert így is látszott. Aztán utólag gondoltam vissza, hogy végül is mi is az én családi hátterem. És hát a nagypapám arról volt ismert, hogy Kemecsén, ahonnan én származom, az ottani állami gazdaságnak a kertészeti brigád vezetője volt, és ő így köztiszteletben álló, ismert ember volt, aki nagyon jól bánt a dolgozóival, és nagyon szerette a növényeket is. És a nagyszüleimnek is óriási almás kertje volt, illetve különböző gyümölcsfák voltak ott, különböző növények. És ezt például a nagybátyám is tovább vitte, ezt a vonalat. És hát édesanyámban is ott van a növények szeretete, tehát így a hozzáállása a természethez, az egy nagyon nyitott hozzáállás, mindig mindenhol a szép dolgokat keresi. És a növényeknek, az erdőnek a szeretete, meg ez a közelség, amit érzek a természettel, ez úgy tűnik, hogy mégiscsak genetikai alapokon indult el. Aztán az, hogy utazni vágytam nagyon, erre is azt hittem, hogy én egyedi vagyok, de aztán kiderült, hogy egy déd nagypapám, a nagymamám vonalán, ő például Kanadában volt favágó, tehát ő is nagy utazó volt. Vagy például édesapám, ő mindig is nagyon szeretett csavarogni. Volt egy motorja már egész fiatal korában, és ezzel járta az országot, úgyhogy ez a kalandvágy is megtalálható a családban. A kutató munka, a gyógyászat és a gyógynövények szeretete, arra már azt mondhatom, hogy az saját, de aztán csak van még egy ők nagymamám, aki pedig javasasszony volt. Ez már ugye nagyon-nagyon rég volt, és nem is olyan rég derült ez ki. Szóval így össze lehet rakosgatni az érdeklődési körömet. De hát ugye
valamilyen módon mégiscsak bennem összpontosult egy ilyen érdekes módon ez az egész, és már gyerekként, nagyon kicsi koromban megjelent ez az igény, hogy betegségeknek az ellenszerét kutassam, és hogy eljussak ilyen különleges helyekre, mint például az esőerdőbe. Normálisan játszottál, és nyilván megvoltak a kis haverok, a barátok, csak lehet, hogy te, amikor lehajoltál a labdáért, te a növényeket is észrevetted. Igen, ez így volt. Ugye falusi gyerekként az óvoda mögött, az iskola mögött is nádas volt, kis kanál is volt, úgyhogy volt hová kimenni, vagy volt például egy virágos rét az egyik iskolának a hátsó részénél, és ott elég sok időt töltöttünk. És mindig jól éreztem magam, hogyha bebújhattam így a fák közé, vagy a bokrok közé, vagy esetleg bemászhattam a kanálisba. Úgyhogy ez mindig megvolt. Én nem vagyok biológus kutató, én is nagyon szerettem a növényeket. Mondjuk a magamból indulok ki, a név kötelez, de eléggé ez az erdei, meg még ibolya is. De ha visszakeresem azokat a dolgokat, amiket így fiatalkoromból elraktam, nekem például vannak préselt növények elrakva, amik nagyon szép emléket idéznek fel, és egyszerűen nem tudok megválni tőlük. Neked vannak ilyen kis préselt növényeid, vagy valami egész régi dolog, ami megmaradt ilyen téren? Sosem voltam gyűjtögető, így a tárgyakhoz igazából sosem ragaszkodtam. A úgymond elhalt növényekhez, meg pláne nem. Mindig inkább az élő természetet szerettem magam körül, tehát inkább arra törekedtem, hogy én magam minél többet lehessek a természetben. Így már egész hamar, 10 évesen elkezdtem például túrázni a barátokkal, az Zemplénbe jártunk a legjobb barátnőmmel, már 17 évesen, úgyhogy reggel mentünk az első vonattal, este jöttünk haza az utolsóval. Volt egy térképünk, aztán bejártuk, amit lehetett annyi idő alatt. Nyíregyházán jártál középiskolába? Igen. Hová? Először a Széchenyibe jártam, ugye ez egy közgazdasági szakközép, utána viszont a Krúdiba. A Széchenyibe úgy keveredtem, hogy éppen 14 évesen, amikor a vad kamaszkorom éltem, akkor nem nagyon izgatott a tudomány. És a szüleim azt javasolták, hogy mivel ilyen jövős, menős, nyitott vagyok, valami kereskedelmi terület biztos jó lenne nekem, úgyhogy így azt mondtam, hogy legyen, és mentem a Széchenyibe. És a biológia átcsábított. És igazából nagyon rövid idő alatt rájöttem, hogy mit is csinálok én itt. De az teljesen jó volt az időszak arra, hogy kiéljem úgymond a kamaszkori lázadásnak minden fokozatát, és másodikban szóltam anyának, hogy na, akkor most már itt az idő, hogy keressünk valami gimit, mert hát én mégiscsak a biológiával szeretnék tovább menni, és akkor átvettek a Krúdiba. És ott folytattam 3. évtől a tanulmányaimat. De hát ott akkor te már határozottan tudtad, hogy hová szeretnél tovább menni. Mi mindenre nyílt lehetőséged az egyetemi évek alatt? Tehát ott az a fajta kutatás, amit te már vágytál, akkor fiatalon is, az már ott látszott, hogy meg fog valósulni? Én azzal kezdtem az első évet, ugye a labormunka is érdekelt, tehát a terepmunka az egy dolog, a labormunka meg az egy egész más terület. És elsős koromban a neurobiológia az, ami már ugye nagyon vonzott, úgyhogy az ottani egyik gyakorlatvezetőmmel el is mentem a Szegedi Biológiai Központba, az ő laborjukba, úgyhogy már ott elkezdtem így körbenézni, hogy hogyan is kapcsolódhatnék be valamilyen izgalmas kutatómunkába. És hát ezzel telt így az első év, meg a másodév, és az azt követő nyáron ismerkedtem meg Botonddal, azzal a fiúval, akivel aztán Dél-Amerikába is elutaztunk. Egy romantikus estén ő tette föl a kérdést, hogy eljönnél-e velem Dél-Amerikába. És hát ez azért történhetett meg, mert ő kultúrantropológus hallgató volt, tehát őt is nagyon érdekelték a kultúrák, a különleges népek, különleges szokásai, tehát benne is mocorgott már egy ilyen vágy, és hát ezek a vágyak találkoztak. Úgyhogy így végül is Botond, az ő legjobb barátja Isu, és én raktuk össze ezt az utazást. Ez mennyi ideig tartott?
fél év alatt szerveztük meg a szponzorszerzéstől kezdve a helyszín megtalálásán át az indulásig. És meg tudtad valósítani, hogy nem is tudom mennyi időt, hogy ott tölts? Lehetett halasztani az egyetemen maximum 2 évet, és én ezt a 2 évet ki is használtam. Olyan sokáig távol voltál? Igen, nem jöttem haza közben. Az igen. Mire volt elég ez a 2 év? Hát egy, arra, hogy megformálódjon benned egy könyv, arra feltétlenül. És egy másik kultúrába beleláss, egy másik nyelvet, majdnem magadévá tegyél. Nem majdnem, hanem végül is teljesen. Az anyanyelvi környezetben nagyon gyorsan tanul az ember. Én egyáltalán nem beszéltem spanyolul, amikor kimentünk, és fél év alatt sikerült felkészülni, úgyhogy már tárgyalási szinten tudtam beszélni. Addig pedig Botond, aki jól beszélt spanyolul, ő fordított nekünk mindent. Húha. Mennyire tudtál mégiscsak felkészülni arra, hogy vajon mi várhatott benneteket? Most itt az élet minden területére gondolok, ami a napi szükségletektől megkezdve, hogy akár hogyha beteg lesz valaki, hogy hova rohanhat. Tudtátok-e pontosan, mi az a helyszín, ahová érkeztek? Igen, egy kultúrantropológus, Manuel, egy bolíviai kultúrantropológus, úgymond a szárnyai alá vett minket, és az ő lakásába érkeztünk. Ez egy külön lakás volt, nem ahol a családjával élt, hanem egy másik. Ott felajánlott nekünk 2 szobát, és kérte, hogy cserébe segítsünk be az ő éppen szervezői tevékenységébe, mert egy uru-indián találkozónak a szervezésére készült, és ehhez pont jól jött 3 európai fiatal, ráadásul a fiúk, ugye Botond jól fotózott, és ő pedig videózott, tehát operatőrként dolgozott akkor, úgyhogy így technikai segítőként bekapcsolódtunk Manuelnek a munkájába, és cserébe lakhattunk nála, és mint kultúrantropológus bevezetett minket az andoki indiánok világába. És ez nagyon fontos volt az elején, mert ugye ez egy teljesen eltérő kultúra, és hát európaiként oda csöppenve abszolút az ember egy elefánta a porcelánboltban, ez elkerülhetetlen. És eleinte az ember nagyon sok hibát vét, tehát olyanokat csinál, amit nem lenne szabad, és ez menet közben derül ki, tehát nagyon sok lehetőségnek kellett búcsút intenünk amiatt, mert mondjuk nem a megfelelő viselkedést választottuk, és erre nagyon jó volt az első fél év, hogy a nyelvet megtanuljuk, és hogy az ottani szokásokba beletanuljunk, hogy sokkal alázatosabbak legyünk, mert ugye egy európai kalandor fiatal hát megy az összes vehemenciájával, és mikor megérkezik egy nagyon szegény országba, akkor óriási az eltérés így a két világ között, és egész egyszerűen muszáj így úgymond rétegeket levedlenünk a személyiségünkből ahhoz, hogy ott jól menjenek a dolgok, és ehhez idő kell. És miután ez a fél év eltelt, sikerült úgymond átalakulnom annyira, tehát beletanulnom abba a világba annyira, hogy utána a saját kutatómunkám is elkezdődhetett. Gondolom az értékrendetek is ott megváltozott egy kicsit. Persze, igen. Tehát ez elkerülhetetlen. Én amúgy javasolnám mindenkinek, fiataloknak, hogy legalább fél évet töltsenek el egy tőlünk távolabbi kultúrában, mert nagyon-nagyon jót tesz. Akkor ez nyilván kihat az egész további életedre. Az a sok tapasztalat, meg az a kompromisszumkészség, gondolom arra is szükséged volt, és komoly önkontrollra a viselkedésben. Nem is annyira önkontroll. Az nem jó szó, mert az ember igazából önmagát nem tudja kontrollálni, hanem arra, hogy bizonyos tulajdonságaimat elengedjem. Ez nem ugyanaz a kettő. A kutatómunkához, amit utána elkezdtem, az úgy a 8. hónap tájékán indult, ezek nagyon fontosak voltak, és enélkül így utólag látom, hogy ez így nem működhetett volna. Ugye 5 hónapig laktam egy indián faluban, aminek a gyógynövény ismeretét lejegyeztem. Valaki csinálta ezt előtted? Tudsz róla? Ugye ezt úgy hívják, ezt a típusú kutatómunkát, hogy etnobotanika, népi növényismeret. Ezt nagyon sokan csinálják, biológusok, néprajzosok. Nyilván Magyarországon már kevesebben, mert itt már
hát már kiholt az a generáció, akiktől még nagyon sokat meg lehetett tudni a gyógynövényekről, de több könyv van, aztán vannak diplomamunkák, doktori disszertációk, amik ilyen etnobotanikai terepmunkán alapulnak. Mai napig zajlanak kutatások még Erdélyben. Ugye az kicsit elszigeteltebb, mondjuk sok esetben a modern orvostudománytól, ezért a kisebb falvakban még most is nagyon gyakran használnak gyógynövényeket, de már ott is öregedik ez a generáció, akiktől még nagyon sokat meg lehet tudni. És hát Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában még mindig nagyon sok természetközeli kultúra van, akiktől sokat lehet tanulni a természetről. Na, térjünk vissza hozzád. Nehéz volt-e a visszatérés? Tehát tudtál volna, vagy szerettél volna esetleg tovább kimaradni? Nem volt sem könnyű, sem nehéz, viszont izgalmas volt hazajönni. Én abban a két évben úgy érzem, hogy így mindent megkaptam, amit lehetett, úgyhogy mikor jöttem haza, én nagyon nagy örömmel jöttem haza. Már jó volt, tehát két év után nagyon jól esett hazatérni. Nagyon izgalmas volt a magyar nyelvnek a dallamát hallani, ugyanis a fiúk hamarabb hazajöttek, tehát ilyen fél év, 8 hónap után hazatértek, utána gyakorlatilag magyarokkal nem beszélgettem, a családdal is csak leveleztem inkább, ezért a gondolkodásom az átállt a spanyolra. És mikor hazaértem, kellett egy 2 hét, hogy úgy visszarendeződjön minden, és abban a 2 hétben tapasztalhattam, hogy milyen a magyar nyelv, a magyar mentalitás külső szemmel. És nekem nagyon kellemes volt, nagyon kedves volt a magyar nyelvnek a dallama, meg ahogy az emberek hozzám szóltak, olyan nagyon kedvesnek éltem meg. Aztán utána ez így elpárolgott, ahogy visszatértem, utána már megint ilyen megszokottá vált. Nagyon sokáig hiányzott a latinos lazaság, nyitottság, örömteliség, mert ugye egy decemberi hónapban érkeztem haza, amikor ugye mi itthon zárkózottabbak vagyunk, mindenki sötét ruhában közlekedik télen, emiatt nehéz volt. Viszont hoztam magammal nagyon sokat ebből a latinos örömteliségből, és azt aztán nagyon jól tudtam használni itthon. Akár a tanulmányaimban, tehát például a szóbeli vizsgákon, valahogy már nem féltem annyira, tehát nyitottabbá váltam. És hát az a sok-sok minden, amin kint keresztül mentem, az csak utána derült ki, hogy ez mit is ér valójában. Én elvégeztem a kutatómunkát, de akkor még nem lehetett tudni, hogy ez pontosan mire lesz elég. Hát azt, hogy aztán erre alapozódik, aztán így a teljes karrierem, ezt aztán végképp nem tudtam. Na, ez mit jelent? Hát ugye ebből készült el a biológus diplomamunkám, és részt vettem a gyógyszerész karon egy tudományos diákköri konferencián. Ez egy olyan konferencia, ahol a diákok mutatják be a kutatásaikat, és azt megnyertem. Aztán a következő lépés az az volt, hogy az izgalmas növényeket, amiket lejegyeztem, nézzük meg, hogy milyen hatóanyagok vannak bennük, hogy esetleg lehet-e belőlük valamilyen gyógyszert fejleszteni. De ugye a gyógyszerfejlesztést az előzi meg, hogy találni kell egy megfelelő hatóanyagot. És a következő éveim így erről szóltak. Ez már ugye a doktori kutatásomnak a része volt, hogy új növényi hatóanyagokat kutattam ezekben a növényekben. És végül is ez is ugye jól sikerült, aztán erre kaptam a doktori fokozatot a végén. És mindeközben mindenki nagyon kíváncsi volt a bolíviai sztorira. Ugye ezt állandóan mesélnem kellett barátoknak, ismerősöknek. Aztán tartottam előadást az egyetemen, aztán kellett még egyet tartanom. Aztán utána iskolákba is elhívtak, általános iskolába, középiskolába, és én mentem mindenhová szívesen, és meséltem. Úgyhogy ez az ismeretterjesztő ág, ez is így magától spontán elindult. És nagyon érdekes, hogy végül is ez is így a munkám részévé vált. Sőt, manapság kiemelten fontos, hogy aki tudományos területen dolgozik, és ugye többnyire a laborba zárva, a 4 fal között kutat, hogy azokat az eredményeket, amikre szertesz, azt így megosszuk az emberekkel, hogy ez mire elég. És ezt a témavezetőim is szorgalmazták, sőt, ők maguk is
különböző fórumokon kommunikáltak az emberekkel, akár blogon, akár különböző előadások formájában, újságcikkekben, stb. Úgyhogy ebbe én magam is bekapcsolódtam. Tehát én is írtam cikkeket, blogcikket, és hát mentem tovább az előadásokkal. És hát könyvet is írtál, és a te kutató munkádra, az eredményeidre azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak a szakma figyelt fel, hiszen két nagykövetségen is a neved középpontba került. Ezekről mesélj egy kicsit. Igen, ez eléggé friss történet, 2018-as. Az amerikai nagykövetségnek volt egy rendezvénye, ahol tartottam egy előadást középiskolások számára, és ezután kaptam egy felkérést a Nők a Tudományban című programra, ami egy amerikai program, ahová olyan kutatónőket visznek ki, akik a tudományos területen is értek el eredményeket, illetve foglalkoznak fiatalok mentorálásával vagy ismeretterjesztéssel is. És tavaly én voltam a magyarországi jelöltje ennek a programnak. A nyerteseket ugye kivitték az USA-ba, National Geographic-ba el lehetett látogatni, a NASA-ba, Microsofthoz, tehát különböző tudományos szempontból jelentős helyekre, de oda már nem választottak ki. Tehát így a világ országaiból lehetett jelölni egy-egy embert, és ugye az összes jelölt közül választottak, és ebben már nem kerültem be, de már maga a jelölés is nagy megtiszteltetés volt számomra. A latin-amerikai nagykövetségnek pedig volt egy pályázata, ez a híd Latin-Amerika és Magyarország között. És erre egyetemisták, fiatal kutatók pályázhattak, és megkeresett egy diák, aki 2 éve hallgatta meg az előadásomat, és másfél év után eszébe jutottam, hogy ő rólam szeretne írni erre a pályázatra, és meg is írta a spanyol nyelvű 10 oldalas eszét, aminek az volt a címe, hogy hogyan vegyünk etnobotanika órát a dzsungelben, dr. Hajdu Zsanett munkásságáról. És díjazott lett, tehát díjat nyert ezen a pályázaton, amit ugye a latin-amerikai nagykövetek bíráltak el, úgyhogy ez is egy nagy megtiszteltetés számomra. És amit írt ez a fiú, ez nagyon jól tükrözi a munkámat, mert tényleg úgymond hidat képezek Dél-Amerika és Magyarország között, mert itthon is szeretek élni és dolgozni, de kint is szeretek élni és dolgozni, de nem maradnék egyik helyen sem, így csak és kizárólagosan azon a helyen. Visszamentél már oda? Persze, többször is. Tehát volt aztán egy második tanulmányút Bolíviába, Brazíliába, aztán voltam konferencián Kubában, aztán Kosztarikán tanítottam egy egyetemen, ez 2 évvel ezelőtt volt. Szóval úgymond a dél-amerikai gyógynövényeknek az ismerete és az ottani kulturális dolgoknak az átadása, az fontos számomra itthon. Illetve tudományos szempontból pedig fontos számomra a gyógynövényekkel kapcsolatos foglalatoskodás. És milyen gyakran jössz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe? Elég sűrűn jövök mostanában, mert rendszeresen tartok előadásokat a megyében. Iskolában? Könyvtárakban főként a megyei könyvtárnak a szervezésében szoktam rendszeresen kis településeken előadást tartani, és hát ez részben ugye ilyen természetvédelmi, környezetvédelmi témákkal kapcsolatos, de Dél-Amerikát is érintő, úgymond élménybeszámoló. Ez ugye főleg gyerekeknek, fiataloknak, és hát a gyógynövényes nézőpontokat taglaló előadások pedig főleg felnőtteknek, de ennek is van gyerekváltozata is. És mostanában mit csinálsz? Most fő foglalkozásban előadásokat tartok szerte az országban, úgyhogy így járom a megyét, Szabolcs megyét is, de az ország hát elég jelentős számú megyét járom rendszeresen, meg Budapesten is tartok előadásokat. Hát részben ugye ezek a természetvédelmi, környezetvédelmi témák, amik így életre hívták ezeket az előadásaimat, mert ugye ezek most nagyon aktuálisak. Másrészt pedig ugye a szakterületem, ami a gyógynövényekhez kapcsolódik, és ez amiatt
érdekes, mert ugye, mivel terepmunkában is részt vettem, és a tradicionális gyógynövény használatot is körbejártam, és mélyebben megismertem, és ezzel együtt a gyógyszerkutatásba is bekapcsolódtam, tehát egy egész jó aranyközéputat meg tudok találni ezekben az előadásokban, ami érdekes lehet azoknak is, akik a gyógynövényekben mondjuk nem hisznek, mert hogy semmire se jók, ugye van egy ilyen tábor is, vagy akik azt mondják, hogy a szintetikus gyógyszerek azok mérgezőek, és ne használjuk őket, hogy mindkét tábor számára tudok mutatni nézőpontokat, hogy mikor melyiket érdemes használni, és mikor melyikhez érdemes nyúlni. Illetve mivel étrendkiegészítők minőségét is vizsgáltam, meg a mai napig is folyik a Szegedi Farmakognóziai Intézetben ez irányú vizsgálódás, ezért ebben is tudok az embereknek segíteni, hogyha étrendkiegészítő termékeket vásárolnak, akkor mi alapján döntsék el, hogy megbízható-e az a termék, vagy inkább hagyjuk, és hogy mi az a pont, amikor még érdemes gyógynövényeket használni, és mi az a pont, ahol már inkább forduljunk orvoshoz, vagy komolyabb gyógyszerekhez. És végül azt szeretném megkérdezni, hogy milyen út látszik a közeljövőben, hová fogsz menni, tudod-e már? Hú, hát tervek azok vannak. Szeretném a könyvet spanyol nyelven is kiadatni, és visszatérni Bolíviába, és a könyv lapjain szereplő embereket megajándékozni egy-egy példánnyal. Úgyhogy ez az utazás, ez érlelődik, majd látjuk, hogy mikor kerülhet erre sor. Jó tervezést és jó utat, jó munkát kívánok neked. Köszönöm szépen. A feketén-fehéren sütemény megalkotója a Drazsé cukrászda.